portré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A műsor mai vendége egy énekesnő, szövegíró, zeneszerző, a Mrs. Kalambó zenekar frontasszonya, Galambos Dorina. Hello! Üdvözöllek! Gondoltam, hogy még valamit sorolok hozzá, de még például anyuka még nem vagy. Aztán házi asszony viszont. Igen. Nagyon is. Igen, szeretek a konyhában sürögni, forogni, ugyanis elég sokszor van nálunk házi puli, illetve szeretem áthívni a zenésztársaimat is, és akkor egy próba alkalmával mindig eljutunk ahhoz a ponthoz, amikor muszáj energiát bevinnünk a szervezetbe, és akkor ezt kaja formájában magam prezentálom. Milyen szépen mondod, és akkor házi buli, tényleg szerettek otthon Barnával együtt házi bulikat szervezni rendszeresen, és... Igen, a férjemmel is előfordul, hogy közösen szervezünk házi bulit, de van, hogy ő nincsen otthon, mert mondjuk éppen neki van fellépése, akkor én hívom át a haverokat, és ugyanez fordítva, amikor én vagyok mondjuk vidéken, akkor addig ő tartja a frontot. Uh-huh. Szeretek főzni, meg sütni. Inkább a sós ételeket kedvelem, nem vagyok édes szájú, de van rá például, amikor mondjuk a legjobb barátnőmmel, Péterfi Nagy Évivel, akivel egy gasztro videoblogot indítottunk immáron negyedik éve, toljuk ezt a dolgot, és együtt kezdtünk el videókat gyártani a főzéseinkről. Jó érzés, tudod, amikor te teszel le valamit az asztalra, és megdicsérik a főztödet. Hát kérdezted, hogy tudom-e? Amúgy tudom, mert még nem tudom hány évvel ezelőtt én is készítettem ételeket. Most már lehet, hogy egy kicsit elkényelmesedtem, és nem, de gondoltam egyébként, én ezt mondtam előre neked is, hogy én majd szeretnék tőled kérni egy jó zsíros étellel kapcsolatban konkrét útmutatást, hiszen van ez a blogotok, amit mondtál egyébként, ez az UF. Igen, blog. Az UF blog a rövidítése, annak a rövidítése, hogy unokáink is főzni fogják. Uh-huh. Szoktunk olyan adást is készíteni, amikor egy-egy híres embert elhívunk, és megkérdezzük, hogy neki mi a kedvence, és hogy azt mutassa meg nekünk is, illetve a kedves közönségnek. És akkor többen szoktunk találkozni, ugye, bulikban ismert zenészekkel, vagy színészekkel, és akkor mindig mondják, hogy majd én is jöhetek főzni, és akkor persze tártkarókkal várjuk őket. Van egy nagyon jó kis, hát igen, nem egy fogyókúrás receptem, viszont imádjuk enni a férjem, mert pont ez egyébként a férjemnek, a Barnabásnak a kedvenc étele, és egyébként az anyukájától tanultam, csak egy kicsit újra gondoltam, ez pedig nem más, mint a krumpli lángos, avagy tócsni, vagy lapcsánka, vagy lepcsánka, egy csomó helyen máshogy nevezik, és ezt így vasárnap nagyon-nagyon jó így betolni, szóval így egész nap tudod enni, hogyha mondjuk 1 kiló krumplit veszel alapul, és azt elmondjam neked, hát akkor hogy szeretem készíteni. Úgy nagyjából én is tudom, de akkor mondd el konkrétan, hogy... Lehet, hogy te egy másik változatát ismered. Hát meg egyébként kérlek, hogy úgy mondd el, hogy egy férfi ember is megértse, mert azért mi egész másképp tudunk gondolkozni, és ha elmondod női nyelven, akkor én azt nem tudom megjegyezni. Jó, én nagyon egyszerűen fogom elmondani. Jó. Egyébként még a drága jó férjem is el tudja készíteni. Erre nagyon büszke. Ezt tudja legjobban. Szóval 1 kiló krumplit meg kell pucolni. Megpucolom. Igen, és akkor le kell reszelni. És reszelem? Hát én a kis lyukú, szóval sajtreszelőnek a kis lyukú oldalán szoktam, de inkább mindig átadom valami férfinek, aki a közelben van. Hogy reszelje a konyhában. Az igen, mert igen, a körmeim bánnak a végén. Szóval ezt le kell reszelni, és kinyomkodni a levét. Azt így leönteni. Igen. És akkor utána, hát az 1 kiló krumplihoz én mondjuk 2 tojást szoktam hozzáütni. Teljes egészen? Simán, nyersen. Aha. Tehát az egész tojást. Igen. Okay. És akkor az a csavar nálam, hogy nem sima búza finom liszttel készítem, hanem teljes kiörlésű tönköly búza lisztből. És akkor bele kell még nyomni, szóval ezt mindezt egy nagy tálba. Liszt, igazából, képzeljük ha mondjuk el. Úgy jegyzem meg, hogy liszt. Igen, hát bele. Azt a lisztet, hát azt nem tudom, kb. 300 gram lehet.
a mértékegységre, de ezt mindig már így szemre csinálom, és úgy is később igen, formálódik a massza, mert van egy jó kis állaga, amit fel kell, hogy vegyem. De előtte még meg kell sózni, borsozni, és legalább 3 fok hagymagerezdet is bele szoktam nyomni. De hogy azt is lereszelni? Hát lehet reszelni is, de akkor egész nap utána olyan illatú lesz az ujjam, úgyhogy ha nem akarom ezt szagolgatni, akkor sokkal egyszerűbb, ha van egy fokhagyma nyomorunk. Rés. Igen. Okay. Sóbors, fokhagyma? Igen. És liszt, tojás, igen, a liszt, krumpli. Tojás és a krumpli, igen, és ezt jól össze kell keverni. És akkor ezekből ilyen kis lángos formákat, igazából forró, bőforró olajba kell kisütni, és azt meg olívaolajban szoktam megtenni, hogy egy kicsit egészségesebb legyen, és hát igazából én a kisebb darabokat szeretem, de a férjem nagyon jól tudja, hogy egy ilyen egész nagy, ekkora tócsni jöjjön ki, de azt mondjuk nehezebb kiszedni a serpenyőből, meg minden, és így belefér mondjuk 3 vagy 4 darab. A mekkora nagyságúra én szeretem, csak mindig elfáradok a sütögetésben, amikor mondjuk már a 6-nál tartok, és tényleg nagyon sok jön ki, sok massza egyébként ebből az 1 kiló krumpliból, úgyhogy egyébként ezt simán el lehet tenni a hűtőbe, és mondjuk másnap reggel is ki lehet sütni. És vastagon, vékonyan, hogy sütöd? Hát inkább vékonyabban szeretem. Egész vékony. És jó, megsütöm, persze ne kozmáljon oda, ez nagyon fontos, és utána pedig a másik kedvencem következik, a tejfő. Jó, megkened? Igen, megkenem. Uh-huh. Egyesek még sajttal is meg szokták szórni, de szerintem az már nagyon heavy. És amúgy azt mondod, hogy olívaolajban, ezen gondolkozom még, hogy én azt hiszem, még nem is sütöttem olívaolajban semmit, tényleg? Hogy ez... Vagy pedig nem érdemes először kipróbálni, és van még nagyon, nagyon jó ilyen szőlőmagolaj, magyarolaj, meg ilyesmi, érdemes ezekkel elkalandozni, nem szeretjük nagyon a napraforgó olajat. Uh-huh. De persze, hát az is jó, de mondjuk például az olívaolajnak nincsen olyan büdös szaga, amikor valamit sütsz. Aha. Na de akkor valami jó, zsíros, igazi, terebélyes, terjedelmes, nem is tudom, hogy mondjam, hát így tudom mondani, zsíros ételt is kérek szépen tőled, ha zsíros tudsz, de lehet, hogy akkor igazából te igazából nem is javasolsz ilyet. Igazából egy másikat gondoltam még, amit megoszt. Húsos, mert egyébként szeretem a húsit. Krumpli hát figyelj, mondjuk lehet olyat is, oké, tudok rögtönözni, van például, de ehhez szükség van egy nagyon jó ilyen kerámia, vagyis hát ilyen cserép tára. Egyszer egy fellépésről hozott haza a Barnabás, nem tudom, valahol vidéken játszott, és egy nagyon-nagyon vagány, ilyen nagyon szépen lemázolt egy ilyen cserép edényről van szó. És akkor ezt egy kicsit így elő kell melegíteni a sütőben, majd kiveszed, és akkor mondjuk kacsa zsírt, vagy libba zsírt, tök mindegy, valamilyen sertészsírt is lehet használni, és legyen akkor az a disznósült egybe egy sertéscomb. Mondjuk veszel egy sertéscombot, és azt nem is kell fölvágdosnod, hanem csak úgy fogod, és egybe teszed ebbe a zsírba, de úgy, hogy kicsit helyenként bevágdosod, és oda a fokhagymákat szurkálsz. Egy nagy vaskos hús darabot. Aha. Ja, hát persze megmossuk. Megmosom. És akkor besózzuk, megborsózzuk, és akkor helyenként beleváljunk kis, vagy belemetszünk késsel, és akkor oda bedugdosunk fokhagymagerezdeket, és akkor ezt berakjuk abba a zsírba, és akkor még rakunk mellé rozmaringot mondjuk. Úgy odaszórom? Hát vagy ilyen fűszernövényt. Ja, és akkor így egybe ilyen rozmaring ágakat, és akkor letakarjuk, és akkor elkezd, ja, és nagyon alacsony hőfokon, vagy mondjuk alacsony hőfokon egy egész napon keresztül. Nem kell olyan nagyon sokáig, de azért pár órát ott bent tölt, viszont addig el lehet készíteni egy egész menüsort, amíg ez megsül ez a húsika, és akkor mondjuk ugye a sütési idő felénél, vagy 3/4-nél még nyakon öntöm egy kis fehérborral, és akkor még azt is beszívja, és akkor
nagyon jó ízletes és omlós húsi lesz belőle. Azt mondod, de ennyi, hogy tehát van az a kerámia edény. Igen. Be a sütőbe előmelegítem, és akkor próbálom átisztítani. Jó, és ennek van teteje, ugye? Teteje. És igen, akkor igen, letakarjuk, és akkor ott belül keringenek a finom aromák zsírt is összeírnak. Bele, mondjuk egy igen. Jó nagy adag zsírt bele. Szeretem, hogy én egyébként a zsírt, a zsíros kenyeret is szeretem. Vannak olyan klubok, ahol szoktunk játszani, hogy nincs más lehetőség, csak olyat tudsz enni éjszaka, és van, amikor megmenti az életedet egy zsíros kenyér. Úgyhogy hát ez nagyon jól tudsz. Nem mockodom én semmilyen kajától, de azért hétközben azért próbálunk odafigyelni, hogy rendesen együnk. És az mi a rendes evés? Hát, hogy mondjuk húsi saláta, meg ilyen szénhidrát csökkentett diétát mondjuk, de nem tartjuk be teljesen, szóval hogy így nem sanyargatjuk magunkat, az a lényeg. Meg hát azért a sport is fontos, de igazából 70% az meghatározza a testalkatodat, hogy mit eszel, és aztán a 30% a sport. Ezt azért tudom annyira jól, mert az új zenekaromban a gitárosom személyi edző. Hát így könnyű. Igen. Csak a személyi edzőként akár készít neked is egy tervet, hogy mit csinálj? Hát simán. Egyébként, ha megkérném, biztosan kiképezne. Most már mondjuk el, hogy kiről van szó, Erdős Szabinak hívják. Erdős Szabocs. A gitárosom az új zenekaromban, a River of Lust-ban, ami egy ilyen jó kis blues rock indie alapú, egy jó kis rock trió, és egy kis pszichedeliával megfűszerezve. Nagyon jó ez az új projekt. És ott egyébként milyen szempontból tudsz jobban tombolni, vagy másként tombolni, mint a Mrs. Columbo-ban, vagy bárhol máshol? Tök jó, hogy ez a Mrs. Columbo és a River of Lust, az pontosan a két véglet, és én amúgy is nagyon-nagyon szeretem a zenében, különböző műfajokban is kipróbáltam már eddig magam, és nagyon, most megtaláltam nagyon ebben a két zenekarban, amit én szeretnék csinálni. És az egyik az elegánsabb, visszafogottabb dolog, amikor csajokkal zenélünk, és olyan szép minőségi dolog, nagyon jó helyeken tudunk fellépni, például nemrég volt a Műpában egy teltházas koncertünk, úgyhogy az a fő projekt. Ez a másik pedig ez a, amiben így teljesen el tudom ereszteni magam így a másik irányban, szóval hangos rockzene van. Rázod a fejed. Igen, rázom a hajam. Igen, és üvöltözhetek, persze. És effekteket használhatok, és nagyon jó. És különböző kisebb klubokban játszhatunk teljesen más helyen, és teljesen más embereknek, mint a másik zenekarral. De ez nagyon jó, én szeretek így közlekedni a különböző ilyen világok között. Akkor lehet, hogy a kettő között van pedig a házi asszony, aki egyébként főz? Hát igen. Lehet, hogy akkor így lehet tényleg egy jó kis egyensúlyt tartósan megtartani? Azért azt hiszem, hogy az egyensúly az jellemző rád, talán korábban is mindig az volt, vagy az elmúlt 10 évben például biztosan? Hát igen, lassan 12 éve lesz. Igen, hogy az első Megasztárban találkoztam a mostani férjemmel, Téli Barnabással, akivel 2 hét után össze is költöztünk, úgyhogy az egyensúly igazából már akkor megvolt, valahogy nagyon nagy mák volt, hogy egymásnak valóak vagyunk, és így megtaláltuk egymást, és nem szívódtunk ezen, vagy nálunk nem volt ilyen durva dolog az összeköltözés, mint például látjuk ismerőseinken, akik így most szánják rá magukat, hogy így összeköltözzenek, hogy ez tud ilyen óriási projekt lenni az ember életében. Nekünk ez ilyen tök egyértelmű volt, mert hogy nem akartunk messzire járkálni egymás után, meg nem hiszünk a távkapcsolatban sem. Úgyhogy és olyan jól működik, hogy meg szerintem jó is, hogy ugyanaz a szakmánk. De amúgy nála is valószínűleg egy hasonló egyensúly lehet meg, hogy Be The First az egyik zenekar, United a másik zenekar, és tanítás, az pedig lehet, hogy a normális dolog mondjuk úgy középen. Igen. Mintha a többi nem lenne normális. Igen, ebben egyébként, ebben kicsit különbözünk, az a meglepő számomra is, hogy nagyon sok felmenő pedagógus
volt, és sőt, még szinte apukám, mindenki, igen, tényleg, szinte mondtad. Mindenki. Sőt, te is egyébként. Van bennem valamiféle azt végezted. Pedagógusi véna, de igazából a papír szerint ugye a Zeneakadémia jazz tanszakán diplomáztam 2010-ben, és az van ráírva, hogy jazzének előadó művész tanár. Tanár de vagy. Volt egy tanítványom, de igazából az van, hogy szerintem én türelmetlenebb vagyok jóval annál, hogy meg inkább még az önkifejezésre koncentrálok, Én inkább szeretek írni, meg ilyesmi, és úgy érzem, hogy rengeteg energiát vinne el, hogyha más emberre kéne annyira durván koncentrálnom, mert az nagy felelősség a tanítás, lássuk be. Úgyhogy inkább most még nem érettem meg rá, úgy érzem, vagy lehet, hogy majd egyszer nagyon szórakoztatónak fogom találni, de most inkább még a saját magam kiteljesítésén dolgozom. Hát könnyen lehet, hogy akkor el tudom magamat képzelni. Magamat tanítom, és az a durva, hogy ez sosem ér véget, ez a folyamat, mert ugye mindig lesz valami új, ami megtetszik, mindig lesz valami, amit ezt is meg kéne tanulni, hogy ezt hogy kell csinálni. De azért most már örülök, hogy nem kell iskolába járni, és hajnalanta fölkelni, mert kicsit nehéz volt, hogy éjszaka hazaestem a koncertről, és akkor utána másnap már be kellett menni az iskolába, és úgy vonszoltam csak magam. Hát elhiszem, és akkor lényegében elég volt a tanulásból? Tehát ilyen intenzíven tanulni már akkor nem? Hát nem tudom, még az nagyon foglalkoztat például, hogy ami még rajta van a bakancs listámon, hogy szeretnék elmenni külföldre, és lehet, hogy ezt olyan úton tudom megoldani, hogy mondjuk egy pályázattal, vagy iskolán keresztül mondjuk a mastert, hogyha elkezdeném megcsinálni egy másik országban. De úgyhogy elmész egyedül? Akár egyedül, vagy akár a Barnabással. Menjetek együtt, mert mondtad, hogy a távkapcsolatban nem hiszünk. Van úgy, hogy akkor... Hát igen, egyébként az elég durvus lenne, nem bírnánk jól. Hát akkor viszont mindenképp érzem, hogy még szeretnék így világot látni, meg nagyon-nagyon szeretek utazni, meg megismerkedni új emberekkel, meg különböző kultúrákkal, úgyhogy ez mindig foglalkoztat, és van egy jó tervünk, hogy el kéne menni New Orleansba. Nagyon jó az a hely, rengeteg jó zenész, úgyhogy az nagyon-nagyon inspiráló lenne. És hatással vissza lenne a karrierünkre, mind a kettőnkére, hogyha együtt elmennénk a Barnabásra, úgyhogy ez egy ilyen jövőbeli terv. És aztán lehet, hogy nem fogtok visszajönni. Ó, nem, azt azért nem hiszem, mert igazából már régebben el kellett volna menni, hogy tényleg úgy ahhoz, hogy ne jöjjünk vissza, mert most már túl sok minden köt ide. Egy csomó mindenen dolgozunk, és állandóan mindig van valami új projekt, ami miatt nagyon nehéz lenne akár egy fél évre is kimenni. Úgyhogy, na mindegy, majd meglátjuk, mi lesz ebből. És van még a bakancslistán valami, amit most elmondasz, és már most látod, hogy rajta van? Ez egy olyan lista, egyébként kérdezek még egyet, amit még az életben mindenképpen meg kell csinálni? Az a bakancslista? Hát igen. Ja. Nem jut eszembe most más. De ez nem azt jelenti, hogy üres a lista. Nem, hát azt jelenti, hogy elég jó az életem. Én legalábbis elégedett vagyok vele. Szóval kevesen vannak, akik ezt elmondhatják, és én tökre szeretném, hogyha sok ember lenne, aki elégedett lenne azzal, ahogy él, és hogy azt csinálhatja, amit szeret. Ez rengeteg munka, meg igazából ez a zenész élet sem olyan fenékig tejfel, mert... De a tejfölt ugye... szereted, igen, imádom mondtad. A tejfölt, na, igen. De hogy is mondtad az előbb, hogy ha mindenki azt csinálná, amit szeretne, de én meg is fordíthatom, hogy ha mindenki megszeretné azt, amit csinál. Hát igen. Igen, de nem szabad sosem, hogy lehúzzanak apró dolgok, mert ha minden hülyeségen felhúzod magad, akkor tényleg a végén így szétrobbansz, mint egy lufi. Volt már, hogy egy hétig rosszul érezted magad? Nem. Egyszer voltam kórházban, mert majdnem meghaltam, amikor tájog nőtt a manduláimon. Hát az nagyon rossz volt. És akkor így bevittek a kórházba, és amikor már nagyon rosszul voltam tényleg, és már nem értette a házi orvos sem, hogy mi van, és a doktornő beleszúrt egy ekkora tűt a torkomba, azt mondta, hogy oké, 5 perc múlva műtét, és az durva volt.
Szóval, hát utána kicsit rosszul voltam, de hát aztán gyorsan felépültem. Miután megittam 2 kancsó kórházos teát, ami tök jó volt, mert olyan volt, mint az oviban, ilyen jó cukros, csak ugye 1 óráig nem lehetett a műtét után inni, és így utána minden rendbe jött, és tök jó volt a szoba, és besütött a nap, persze nem lehetett napra menni se, csak na mindegy, és beengedték a Barnabást is, és ott aludt velem. Vannak például zenekar életében is vannak nehéz pillanatok, amikor meg kell hoznod egy döntést, amikor nincsen kedved konfrontálni, de aztán rájössz, hogy a francba, ha ezt előbb megcsináltam volna, akkor nem nőtt volna ekkorára ez a szituáció, szóval hogy persze. Na hát akkor zárásként és összegzésként zsíros ételt végül. Én szomorúan megyek haza, mert nem kaptam igazából húsos ételt, figyelj, kaptam. Küldök neked egy rakás receptet, de vagy pedig rámész a www.ofblog.hu-ra, és hát akkor majd mutatunk, mert egyébként nem szoktunk fukarkodni ilyen kajákkal sem, de azért próbálunk a csajokra is gondolni, mert ők inkább olyanokat szeretnének, amivel megtarthatják az alakjukat. Uh-huh. Viszont rengeteg édes szájú is van, és akkor nekik meg sütemény recepteket is rakunk fel. De egyébként milyen kedvesen megoldottad, most veszem csak észre, most jut eszembe, hogy te összekeverted a zsírral a húst, tehát végül is megkaptam. Igen, a zsíros húst. Igen, zsíros, de lese esett nekem, csak most, hát akkor megkaptam. Ott na, a zsír, tessék, zsírben készül zsír. Hús. Igen. Na jó, oké. Örülök, és köszönöm. Köszönöm szépen. És találkozzunk legközelebb is. Helyszínt a Buddha Bar Hotel Budapest biztosította.